Sziasztok! Én Mészáros Krisztina vagyok, a Zentai Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola magyar nyelv és irodalom szakos tanára. A mai óra a második osztályosoknak szól, a témánk pedig a számnevek és az igenevek, tehát nyelvtanóra lesz. Először is akkor a számnevekről lesz szó. Tudjuk azt, ugye korábbi ismereteitekből is tudjátok, hogy a névszók csoportjába tartoznak a számnevek. És akkor, hogy nézzük a meghatározását, a számnév a főnévvel megnevezhető személyek, dolgok, jelenségek, fogalmak mennyiségét vagy sorrendi helyét megnevező szófaj. Kérdései közül ugye példaként említhetjük hány, mennyi, hanyadik. Két nagy csoportra oszthatjuk fel a számnevek csoportját. Ez pedig a határozott számnevek és a határozatlan számnevek. És akkor most nézzük meg külön-külön is mind a két csoportot. A határozott számnevek esetében azt mondhatjuk, hogy ezeknek pontosan tudjuk az értékét, a mennyiségét, tehát pontosan megnevezi a mennyiséget. Határozott számnevek csoportján belül viszont egyrészt megkülönböztetünk tőszámneveket. Példaként látjátok is, ugye 3-2000. Vagyis azt mondhatjuk, hogy az egész számot nevezi meg a tőszámnév. A következő csoport a határozott számnevek csoportján belül pedig a sorszámnév. A sorszámnév esetében ugye azt mondhatjuk, hogy egy DIC képzőre van szükségünk, amely megjelenik ugye az adott számnevekben. Most látjátok viszont azt, hogy az első esetében ugye ez nincs jelen. A számnevek esetében az 1 és a 2 kapcsán rendhagyóan képezzük a sorszámneveket, tehát az egyből lesz első, a kettőből második. Ez viszont a későbbiek, tehát a nagyobb számok esetében már nincs jelen, tehát 11, 11, 12, 12, tehát ott már nem érvényesül. Ugye, hogyha meg kell fogalmaznunk, hogy mi is a sorszámnév, akkor azt mondhatjuk, hogy a sorrendi számot jelöli meg. És akkor a harmadik csoport a határozott számneveken belül lenne a tört számnév. A tört számnév esetében is van egy képzőnk, a D képző, ami ugye megjelenik az itt látható példák esetében is, ugye harmad, hatod, ketted. És akkor, hogy mi is a tört számnév, ugye a példákból következtethetően, ugye azt mondhatjuk, hogy egyenlő részekre bontott hányadát nevezi meg. És akkor ugye a másik nagy csoport, ahogyan már említettem, az a határozatlan számnevek csoportja. Hozzávetőlegesen határozza meg a mennyiséget, tehát ahogyan az elnevezés is utal rá. És akkor itt három példát emeltem ki. Sok, néhány, kevés. A számnevek ugye melléknévi tulajdonságokkal is rendelkeznek, ebből kifolyólag, tehát ugyanúgy, mint a melléknevek, fokozhatóak.
Sok, több, legtöbb. És még egy példát láthattok, kevés, kevesebb, legkevesebb. Tehát ugyanazokat az elveket kell követni, mint a melléknevek fokozásánál. A számnevek alakját illetően, tehát az előző példákon keresztül is láthattátok, hogy beszélhetünk egyszerű számnevekről, és beszélhetünk összetett számnevekről. Egy-egy példa látható is. És akkor egy kicsit csak a helyesírást, hogy átismételjük, mert ezt is tudjátok. Ugye 2000-ig a számokat egybeírjuk, azon felül pedig kötőjellel, persze ugye hátulról hármas tagolást használunk. És akkor itt látható ugye egy 2000 feletti szám leírása, illetve ugye 2000 felett a kerek egész számokat ugye egybe kell írni. És akkor nézzünk egy feladatot, ami egy kicsit inkább érdekességként áll itt a számnevek esetében. Csokonai Vitéz Mihály pártfogója, Pálóci Horváth Ádám 1813-ban 5/500 énekek címmel állított össze népdalgyűjteményt. A kérdés pedig az lenne, hogy mennyi is az az 5/500, valamint ugye ebből kifolyólag meg tudjuk azt is határozni, hogy másfél és harmadfél mennyi lesz. Az 5/500 kifejezés az 450-et jelent, a másfél, 1,5, ugye abból következtethetjük ezt a megfogalmazást, a megnevezést, hogy a másiknak a fele, tehát innen ez a meghatározás, és ugye a harmadfél, ugyanezt a logikát követve 2,5. És akkor ennyit a számnevekről, most térjünk rá a mai óra másik témakörére, az igenevekre. Az igenevek, ahogyan a megnevezése is sugallja, tehát egyrészt igei tulajdonságokat is, és névszói tulajdonságokat is magukon mutatnak. Ugye ebből kifolyólag azt mondhatjuk, hogy köztes szófajokról van szó. És akkor, hogy hogyan képezzük ezeket az igeneveket? Ugye azt mondhatjuk, hogy adott egy ige, és hozzá kapcsolunk egy képzőt. És akkor nézzük is meg ezeket pontosan. Ugye egyrészt azt mondhatjuk, hogy ismerjük a főnévi igenevet. Az itt zárójelben felvázolt példáknál látjátok, hogy a pirossal is jelöltem. A ni képző jelenik meg a főnévi igenevek esetében. Ugyanakkor példaként láthatjátok a ragozható esetekben is. Ezt azért írtam fel, mert itt ugye egy kis módosulás történik, tehát nem jelenik meg mindenhol a ni képző, tehát ahol megjelenik, ugye ott be is jelöltem. Tehát igei személyragokról van szó. És akkor láttok itt két piktogramot, hát ezek esetében ugye nagyon gyakran használjuk a főnévi igenevet, ugye dohányozni tilos, mobilt, telefont használni tilos. Jó. Az igenevek másik fő csoportját képezik a melléknévi igenevek. Melléknévi igenevek kapcsán ugye azt mondhatjuk, hogy egyrészt a
melléknévi tulajdonságokat, valamint az igei tulajdonságokat fedezhetjük fel. Kérdése lehet a milyen. Melléknévi igenevek esetében pedig egyrészt beszélhetünk folyamatos melléknévi igenévről. A képzője ó, ő. Dolgozó nő, futó fiú. Látjátok, hogy mellette van egy főnév is, tehát ez az, ami segít nekünk abban, hogy felismerjük azt, hogy melléknévi igenévről van szó. Hiszen, ha nem lenne itt ugye ez a főnév, akkor ugye, főnévi tulajdonsága lenne. A másik csoportot képezi a befejezett melléknévi igenév, hogy itt is látjátok a képzőjét, leírt vers, ugye milyen vers, és elvégzett munka, milyen munka. És akkor a harmadik melléknévi igenév fajtája az a beálló, andó-endő képzővel olvashatjátok a példákat, ugye eljátszandó darab, milyen darab, és elolvasandó könyv. Az is elmondható egyébként, hogy a beálló melléknévi igenév fokozható, és akkor itt láttok is egy példát, kelendő, kelendőbb. És akkor elértünk az igenevek harmadik csoportjához, ez pedig a határozói igenév. Ugye szintén igéből képezzük, va-ve, ván-vén képzőt kapcsolunk hozzá. Kérdése, hogyan? Nevetgélve mondta, hogyan mondta? Szaladgálva játszottak, hogyan játszottak? És még érdekességként ugye elmondható az, hogy a határozói igenév tovább nem toldalékolható. És akkor nézzünk meg itt is egy feladatot. Nagyon egyszerű feladatról van szó. Lényeg az, hogy tehát lássátok, milyen egyszerűen lehet egyik igenévből képezni egy másik igenevet. Ugye annyi csak a feladatunk, hogy megváltoztatjuk a képzőt. Ugye kopogva, kopogni. Pattogva, pattogni. A következő feladatban pedig a kakukktojást kellene megkeresni, mégpedig ugye van itt három szó, megkerülendő, teknő, lepedő. Ugye vajon melyik a kakukktojás? Hát ugye egyértelmű az, hogy a megkerülendő. Miért? Azért, mert a megkerülendő az az, ami igenév, a többi pedig csak főnév. Mindannak ellenére, ugye, hogy hasonló betűkből szerkeszthetjük meg, viszont csak itt beszélhetünk ugye képzőről. És akkor még egy ilyen feladat, ugye gondolva, tárva, árva. És akkor itt pedig az árva lesz a megoldás, hiszen ugye a gondolva és a tárva igenév, az árva pedig ugye főnév. És ezzel a mai óra véget ért. Köszönöm a figyelmet!